Sziasztok srácok! Most beúztam akkor a birodalmi a különleges osztályait röviden. Szóval az első, ugye a kapitány itt is, ennek viszont merőben más fegyvezete van, és merőben más játékstílust igényel, mint a klónok kapitánya. Kezdjük másolagos fegyvereivel, mert azok több dologban egyeznek. Ugye a klónoknál az egyik másolagos fegyverzet páncélt, azaz sebzés csökkentést biztosított csapatásokon. Addig ez középcsapatásoknak sebzés növelést okoz, azaz többet tudnak sebezni az elséges katonákból, és ez nyilván ránk is érvényes. A másik pedig ugye ez a kis droid, amit minden egyes alkalommal el tudtam mondani, bár és azt is el tudtam mondani, hogy sok értelmét őszintén nem látom, mert annyira azért nem mondanám, hogy hatékony lenne. De hát, ízesek és pofonok. Elsődleges fegyverzete pedig először is egy ilyen hangágyú. Nem is tudom, mit kéne erre használni igazából. Olyasmi, mint amit a geonózisiak használnak. Nem szeretem őszintén ezt a fegyvert, viszont másik elsődleges fegyver egy ilyen gránátvető, ami hát már mondtam, hogy hatékony nagyon, viszont összességében nem szeretem ezt a katonatikust. Nem jön be se a fegyvezete, se az, hogy ugye pálcázata nincsen, és nem is különösebben gyors. Nem olyan, ahhoz képest, hogy itt egy különleges osztály, nem egy túl jó. Viszont a másik, a Dark Trooper, ugye ez is egy jetpack-es, csak a birodalmiaknál, ugyanúgy nagyon gyorsan képes mozogni, kevés páncélata van, és nagyon gyors. Viszont ennek is különleges fegyverei vannak, másodlagos fegyvere 4 gránát, ezen nincs magyarázni. Az első elsőleges fegyvere egy pisztoly. Viszont a másik elsőleges fegyvere egy ilyen, nem is tudom mi ez, elektromos agyagos ki, sokkoló, elég hülye fordítás, nem is így van a játékban, szóval mindegy, ezt most láttam ki gyorsan. Szóval az a lényeg, hogy feltöltve két, akár kettő, vagy nem tudom, három elemet, nem próbáltam ki, de kettő elsőleges katonát lázadott mindenképpen meg tud ölni, teljesen feltöltve. Viszont, hogyha csak egyszerűen lövünk vele egyet, azzal is nagy sebzést tudunk bevinni, és ami még fontosabb, hogy egy időre letaglózzuk, azaz nem tud mozogni. Szintén egy kis előnyhöz tud minket ez is juttatni. Szóval igazából a birodalmiaknak nincsenek nagyon kiemelkedő katonái, különleges katonái a lázadókkal szemben. Nem is igazán szeretem őket. Még Dark Trooperrel annyit, hogy nem olyan, mint a tolnoki, hogy húzamosabb ideig képes levegőbe maradni, hanem gyorsan, nagy lökettel kerülünk el a földtől, ezáltal nagyon gyorsan lehetünk menekülni egy helyszínről. Szóval igazából a birodalmiaknak nincsenek olyan nagyon kiemelkedő, különleges katonái, és ez azért ront egy kicsit az átlagon. Szóval nem is tudok mit mondani többet róluk. A következő videóban a lázadók katonáit fogjuk megvizsgálni. Sziasztok!